reggeli füstjelek. Sziasztok! Szép reggelt mindenkinek! A mai reggelen egy igét szeretnék veletek megosztani Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 13. versét. Mindenben van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Minden nap új lehetőségeket rejt magában. Mindig tiszta lappal indíthatunk minden egyes reggel. És néha új döntéseket szoktunk hozni. Szeretnénk régi rossz szokásainktól megválni, vagy rossz elvonásainktól, illetve új és jó szokásokat is ki szeretünk alakítani. Ilyenkor néha úgy érezzük, hogy nem nagyon van hozzá erőnk, és már sokszor nekifutottunk, de sosem sikerült, és néha belefáradunk, és úgy érezzük, hogy nekünk nincs már erőnk újra és újra nekifutni ezeknek. Viszont szeretném, hogyha megvizsgálnánk ezeket a diókat, amiket itt látunk magunk előtt. Látjátok, hogy különböző stádiumokban vannak ezek a diók, elkezdtek kicsírázni. Nézzétek meg, milyen kemény egy diónak a héja, és mégis ki tudott belőle csírázni a dió. Ezek a pici csírák, gondoljátok, hogy önmagukban volt annyi erejük, hogy szétveszítsék ezt a dióhéjat. Nézzétek meg, mennyire picikék. Olyan kis gyengék, aprók, zsengék, könnyedén szét tudjuk őket törni, és mégis azt látjuk, és azt láthatjátok ti is, hogy mindegyik szét tudta törni ezt a dióhéjat. Vajon hogyan lehetséges ez? Biztos, hogy nem a saját erejéből, hanem Isten segítségével. Istennek egyik tevékenysége az, hogy gondoskodik rólunk, és erőt ad nekünk mindenhez. Hogyha ezeknek a dióknak erőt adott, akkor miért ne adhatna erőt nekünk is, ma, holnap és minden nap, minden egyes apró kicsi feladatunkban, vagy nagyobb feladatainkban is, nagyobb kihívásainkban is mellettünk tud állni. Ahogyan a diónak is meg kellett küzdenie először a csonthéjjal, utána pedig a földdel, hogy a földből is majd ki tudjon törni, ugyanúgy nekünk is lehetnek különböző szintű megpróbáltatásaink, nehézségeink, hogy különböző visszahúzó erők, hátráltató tényezők. Egyrészt genetikailag magunkkal hozhatunk olyan hajlamokat, amik visszakorlátoznak minket, amik rossz irányba vezetnek minket, és úgy érezzük, hogy nehéz őket leküzdenünk. Másrésztről pedig körbevesznek minket a családtagjaink, a szülői minták, a barátaink, a környezetünk és a társadalomnak az elvárása, de hogyha a diónak sikerült a dióhéjat is leküzdenie, és szét tudta feszíteni, ki tudott bújni, utána pedig a kemény földből, a kemény talajból is ki tudott hajtani, és mindehhez adott neki Isten erőt, akkor nekünk is fog adni. És dióhéjban még egyszer elolvasnám ezt az igét zárásképpen. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. További szép napot kívánok nektek!